kedves nézők, hát önök is láthatják a Zalaegerszeg összeállítását, azért akkor gyorsan mondom, tehát a kapuban Ilics, Kocsárdi Urbán, Csóka, Szamosi a hátvédsor, Ljubojevics ugye a mi gólszerzőnk, milyen fontos lehet az a gól, Balog, Vince Otto a középpályán, Babati, Kenesei és Egresi elől, és közben már el is kezdődött a mérkőzés, de hát azért gyorsan nézzük, hogy a zágrábiak hogy állnak fel ezen a mai találkozón, tehát Vasi, Jese, Osibov, Milinovic és Verhas hátul, Poldrugács, Hasanic, Milás a középpályán, Samardzic, Lovrek és Kripan elől, tehát három csatárral játszanak a horvátok, de hát ezt be is harangozta a horvát edző Ivan Katalinic, hogy valószínűleg megpróbálja ezt a játékot, aztán majd meglátja, hogy mire mennek a játékosai, és menet közben még mindig vissza lehet állni. Fehérben egyébként a horvátok csak a rendkedvéért, tiszta kékben pedig az zalaegerszegi együttes, amely minden gond nélkül megérkezett ide Zágrábba, ahol kitűnő az idő, és hát mint hallom Pesten nem annyira, úgyhogy ebben a tekintetben mindenképpen jobban állunk, mert hát emlékezhetünk ugye, hogy egy héttel ezelőtt az Üllői úton szakadt az eső, sőt hát ugye tegnap is, amikor a mieink edzettek, hát most minden tökéletes, minden optimális ahhoz, hogy játszunk egy jó meccset, és tényleg az első 15-20 percben tudjunk egy gólt rúgni, vagy legalábbis tudjunk olyan határozottan focizni, hogy aztán a zágrábiak majd egy kicsit elgondolkodjanak, mi lesz itt a továbbjutással. Meg tudom csak erősíteni egyébként azt, amiről eddig csak találgattunk, hogy nem félelmetes a zágrábi szurkolósereg, hiszen én azt gondolom, ahogy itt körülnézek, hogy a mieink többen vannak. Ránézésre olyan 1500-2000 zalaegerszegi szurkoló jöhetett el. Én azt gondolom, hogy nincs ennyi horvát, de hát mondjuk erre azért fogadást nem bernék kötni, hiszen erről nem kaptunk semmiféle adatot. No hát akkor ennyit előjáróban, és akkor nézzük az első zágrábi szabadrugást, amely onnan a bal oldalról jár, két magyar csatár a két tagú hátvédsorban, Babati és Kenesei. Ilics nem jön, oha! Hát ez sajnos túl gyorsan ment. A mérkőzés első percében már is megvan a vezetés. Az NK Zágráb hát egy egész percet sem várt arra, hogy gyorsan egalizálja mindazt, ami az Üllői úton egy héttel ezelőtt történt. Hát ennél rosszabbul nem kezdődhet meccs. Damir Milinovic volt a gólszerző, és ugye mondtam, hogy nem jön Ilics, de hát vajon miért nem jött? Itt fut vissza a gólszerző, neki ez hazai pálya persze, hiszen ő 98-ban játszott a Dinamo Zágráb együttesében, mert önök bizonyára tudják, hogy ez nem az NK Zágráb stadionja, hanem a Dinamo Zágrábé. Na nézzük még egyszer, itt jön a szabadrugás, és bizony behúzza a fejét a mi Csóka Zsoltunk, és a másik 17-es így fejelhet gólt. Hát akkor most minden kezdődik előről, és hát mi itt ugye 15 meg 20 percekről beszéltünk, hogy azt kellene kihúzni, meg akkor kéne bizonyítani. Hát ehhez képest a második percben már vezetnek a horvátok, és ott lehetne egyenlíteni. Egresi Gábor épp, hogy lemaradt a labdáról. Hát gyorsan jobb lett volna a kedvünk, hogyha ez bemegy, de hát egyelőre igencsak ránk ijesztettek. Hát ha valaki egy perccel később kapcsolódott be, akkor higgyen a szemének, sajnos az NK Zágráb együttese már is vezet az Zalaegerszeg ellen a Bajnokok Ligája selejtezőjének második körében. Hát ez több, mint bosszantó. A magyar kapitány Kocsárdi végezte el a szabadrugást, és ez egy remek indítás, Babati mehet gólhelyzetben, és éppen hogy fölélő. Hát vannak helyzeteink, ugye azért a többes szám, mert az imént Egresi maradt le egy beadásról, itt pedig Babati. Alig lőtt mellé, fölé, néhány centiméter kellett volna. Csóka jön ki, és aztán Urbán tisztáz. Szamosi. Egresi. Na hát akkor most lehet törni a fejet Bozsik Péternek, meg a játékosoknak, hogy mindazt, amit megbeszéltek ugye most már napokkal ezelőtt, meg az öltözőben közvetlenül a meccs előtt, gyakorlatilag érvényét veszítette, és én azt gondolom, hogy egy darabig most improvizálni fogunk, bár hát azt is lehet jól csinálni. Perez Buruj, spanyol játékvezető, tehát mint ahogy spanyol asszisztensek is itt a mérkőzésen. Perez Buruj mellesleg ugye jól ismerjük a spanyol összefoglalókból, spanyol bajnoki mérkőzésekből. Hát mondjuk úgy, hogy nem ő a legnépszerűbb spanyol játékvezető.
Jese teszi előre a labdát. És most Urbáné. Babati. Kocsárdinak hátra, ő pedig Vaktában előre. Az NK Zágráb ellentétben a Zalaegerszeggel játszott a hétvégén bajnoki mérkőzést, és nagy nehezen legyűrte a Vártex együttesét 1-0-ra. Akkor 6 olyan játékos szerepelt a csapatban, aki nem játszott az Üllői úton az első meccsen. Hát 50%-át megtartotta Iván Katalinics edző, vagyis most 3 olyan játékos futballista van az NK Zágrábban, aki nem lépett pályára az első meccsen, vagy csak csereként jött be. Köztük az a Poldrugács, aki a győztes gólt rúgta a Vártex elleni bajnokin, gondolom, hogy azzal játszotta be magát a mai kezdőbe. Samardzic fejeli vissza. És megint az övé. Szamosi szerelt, de hiába mutatja, hogy az övé, a partjelző nem így látta. Hasanic dobott, ismét Samardzic. Nem, bocsánat, Lovrek volt az. Horváth bedobás. És nem is bedobás az a bedobás, ha nem szöglet, pedig innen nagyon úgy nézett ki. Krpán. Vigyázni a beívelésekkel. Ez megint igen kevésen múlott, egyből jön vissza a labda, mondanám, de hát ez inkább megy jó messzire. Hasanicot mutatják, pedig nem ő lőtt, hanem Iván Milas. Sasa Ilić, akinek voltak nagyon nagy védései az első meccsen az Üllői úton, meg volt egy-két hajmeresztő megmozdulása is. Azt majd a szakemberek eldöntik, hogy erre a beívelésre jönnie kellett volna, vagy sem. Jesénél ment föl egy kicsit a pumpa. Egresi volt szabálytalan. Osipov fogja majd elvégezni a szabadrugást, hogyha a játékvezető is úgy látja, hogy itt az ideje. Jese. Még bent van. És a beadás sem rossz. Szerencsére egy kicsit hosszú Krpánnak, aztán a túloldalon Verhas megérte, de ezt már ő sem futhatta be. Kocsárdi dob. Krpán. Hosszantolja meg, kirúgás. Az az igazság, hogy ki sem derülhetett ilyen rövid idő alatt, hogy megilletődtünk-e, vagy egyáltalán megfordult-e a magyar játékosok fejében, hogy mekkora itt a tét. Olyan gyorsan kaptuk ezt a gólt, hogy szerintem még idő sem volt gondolkodni. Magyar szabadrugás következik, már el is végeztük. Szamosi középen megy, Egresi ott van, Kenese is. Most az övé, csak hát a kapura kéne fordulni. Kenesei még, szabadrugás ez is. Kenesei már játszott zágrábi csapat ellen nemzetközi kupamérkőzésen az MTK színeiben. Biztos sokan emlékeznek arra a találkozóra 1999-ben. Sajnos nem sikerült kiharcolni akkor a továbbjutást, ugye itt Zágrában, ebben a stadionban 0-0 volt, aztán hazai pályán kikaptunk 2-0-ra, és még emberelőnyben is játszottunk az első meccsen. Na de hát ez már a múlt, a jelen pedig az, hogy Kenesei most szabadrugást ível középre, nem volt rossz elképzelés, és szöglet. Láttunk már egy zágrábi szögletet, most jön az első magyar. Egresi. Na még egyszer. Nagy volt bent a lögdösődés. És akkor ismét Egresi. Hát ez egy kicsit gyengébb
mint az előző volt, rugás után dobás következik. Poldrugács fejelte ki. Kocsárdi. Hát már korábban is bizonyította Milinovic, hogy jól fejel, akkor a mi kapunk előtt. Csóka. Vince Otto. Elveszik tőle a labdát, igaz, hogy lábbal együtt Poldrugács kaszálta el. Vincét megbüntette Bozsik Péter az első mérkőzés fegyelmezetlensége miatt. Emlékezhetünk, csak a játékvezető jó szíve kellett hozzá, hogy ne állítsák ki, de mondjuk nem csak erre emlékezhetünk, mert például arra a zúgó kapufára, meg arra a hatalmas lövésre is, még a kapufán kívül. Ha csak az egyikből gól születik, akkor persze még nyugodtabban várhattuk volna ezt a mai meccset. Ez most Egresiről ment ki. Samardzic Jesének visszaül a védelem legfiatalabb játékosa. Urbán pedig a legidősebb a mi hátsó alakzatunkban. Csak meg tudtuk tartani, igaz, hogy mindössze mostanáig. Hát Jubojevicsre nagyon figyelnek. Szinte labdába se ért helyén. Szamosi. Ugye bedobásnál nincs les, ezt használhattuk volna ki, hogyha egy kicsit nagyobbat tud dobni Szamosi Tamás. Így azonban Poldrugács lefülelte a labdát. Aztán már ő indít, vagy inkább fordít, de milyen jól. Krypan. Ügyes cselekezik szabadrugás, bizony a lába volt. Kocsárdi ugyan fölemeli a labdát, és mutatja Perez Buruinak. Hát ez valóban szabálytalan volt, legalábbis ilyen messziről úgy tűnt, aztán az ismétlés is erről árulkodik. Hát láttunk már egy szabadrugást a kapunk előteréből, bár ne láttunk volna. Itt a következő. Huha! Azt a mindenség itt neki. Vince Otto egyszerűen lukat fejelt, annyira meglepődött Jese, hogy ő sem találta el a labdát. Még rá is bólint Vince Otto, sőt, még azt is el tudom képzelni, hogy hozzáért egy kicsit Jese feje búbja. Talán igen, szerencsére nincs jelentősége. Egresi. És megint Jese. Ők nincsenek túl jó barátságban, ahogy elnézem. A labda a Zágrábé. Na, csak kiderül végre, hogy szabadrugás vagy bedobás az utóbbi. Dovrek fejelte tovább, Balog vissza. Szamosi. Keneseit könnyedén fejelik le. Vince Ottoé. Babati. Kocsárdi. És Urbán. Ez jó labda. Legalábbis jól látta meg Vince Ottót. És ugyan a horvát játékos fejelte ki a labdát, miközben itt a képen ott a plexi mögött Iván Katalinic, akinek a jövője függ ettől a mérkőzéstől. Szóval eközben szabadrugás következik kifelé. Azt mondta a horvát csapat elnöke, hogyha ezt a mérkőzést nem nyeri meg az NK Zágráb, akkor egy személyi változások lesznek. A csapat nagy részét vissza amatőrösíti, hát hogy aztán ezt igazán komolyan gondolta-e, vagy csak első felindulásában esetleg, amúgy fenyegetésként mondta, nem tudom. Itt Bozsik, és közben, amíg a mi edzőnket mutatják, addig kap egy sárgalapot. Ez mint Samardzic, az NK Zágráb csatára.
Szamosi szabálytalankodik, és bizony Samardzic visszarúg, ezért kapta a sárgát. Itt az újabb szabadrugás. És valahogy úgy érzem, hogy az ilyen pontrugások után rettentően bizonytalanok vagyunk. Most azonban Kocsárdi jól helyezkedett, és kifejelte a labdát Stöter Kripán elől. A második zágrábi szöglet következik majd. Háromszoros válogatott, Peter Kripán 98-ban a világbajnokságon 14 percet még játszott is a horvát csapatban. Itt a második szöglet tehát, és ezúttal Balog állt a legjobb helyen. Vince. És most már nem az övé, olyannyira nem, hogy ki sem emelje a labda, Kröpán. Vince üldözi. És attól tartok, hogy ebből is lap lesz, vagy ha nem lap, akkor legalábbis szabadrugás befelé. Bár nem volt Kröpánnál a labda, amikor szabálytalankodtunk vele szemben, így aztán Hasanić olyan szabadrugást végezhet majd el. Képernyőn már, hogyha ugyanazokat a feliratokat látják, mint én. Mi 7-szer szabálytalankodtunk, a horvátok pedig mindössze csak 3-szor. Lövésre hátra a labda, ez nagyon gyönge volt, így azonban a helyzet lehet lestjelez ugyan a partjelző. Nem esküdnék meg rá, hogy az első gól szerzője Milinović valóban lesen volt-e, minden esetre így is elcsúszott a lába előtt a labda, és ez a lényeg. Hát bizony az nem volt les. Urbán mögül lépett ki. Ljubojevic de nagyot kapott hátulról. Aztán persze elnézést kér Milás, de nincs is nagyon más választása. Urbán. Egresi. Balog. Na ez most szép játék. Babati. Középen egyelőre csak Keneseit látom, aztán megjön Vince Otto is. Meg ott van Egresi, de most már a labda nem jön. És most már nem is fog. Főleg így. Hát biztos van elképzelés a mieink játékába, csak eddig jól titkoljuk. Bár hát nyilván megfogta a csapatot az a nagyon-nagyon gyors gól, de hát lassan túl kell esnünk ezen a sokkon, mert hogy a meccs tart tovább, még majdnem 75 percig, és most már mindenképpen gólt kell lőnünk. Mert ugye elméletileg egy 0-0-val tovább juthatott volna az Zalaegerszeg. Ez most már nem létező teória, hiszen Milinović góljával az NK Zágreb vezet. És éppen a gólszerző fejeli vissza a labdát. Urbán. Hát sokkal agresszívebben játszanak a horvátok, mint az első meccsen. Bár hát mondjuk ez borítékolható volt. Csóka. Balog, majd Vince. Középen Kenesei, őt sem nagyon láttuk még eddig. Még Kenesei. És megvan az első kapura lövésünk, ez is valami. Hasanić. Osipov. Egresi majdnem elcsípi, Vince Otto pedig aztán tényleg megszerezheti, de az ellenfélnek adja. Csóka. Szamosi. Belelépnek, és már megint nem a miénk. Így viszont igen, Vince. A les határól indul Egresi, de nem volt lesen. Na most kéne valakinek jönnie középen, ott van Kenesei, ez azonban hosszú. Ó! Azt a mindenség itt neki!
Hát majdnem sikerült Weierhaasnak bebólintania. Hát ilyet még nem nagyon láttam. Érkezik lendületből, izomból megfejeli, majdnem bemegy a bal felsőbe. Egy gyönyörű egyenlítő gól lett volna, mit nem mondjak. De gondolom, hogy Katalinic erejében is meghűlt a vér. No hát szögletek tekintetében már egyenlítettünk. Most 2-2. És ez nem rossz. Igaz, hogy pontosan behullik a labda Vladimir Vasily kezébe. Ő is volt Dinamo játékos méghozzá 3 éven keresztül, 98 és 2001 között. Krypan. Balog. Ejha. Egy csúnya technikai hiba Egresitől. Weierhaasnak. Szép volt Kocsárdi megelőző szerelése, Balog tovább Vincéjé. Megint Vince Otto. Ez nem jó. Weierhaas. Krypan. Kocsárdi szerelt, Zágrávi bedobás. Lovrek. Vissza Krypannak. Hú, de későn emelte a zászlót a partjelző. Sőt, először azt mutatta, hogy mehet tovább, aztán gyorsan fölkapta. Na, hát bizony mekkora les volt. Igen, egyébként igaza lehetett volna a partjelzőnek, mert hogyha a középen kiugró játékos felé megy a labda, akkor bizony nem lett volna les. Urbán. Ő meg még egyáltalán nem vállalkozott előretörésre. Szinte át sem jött a félpályán. Samardzic. Urbán fejeli oldalra, aztán nagy sprint a labdáért, jön Babati, és ő szerezte meg. Ljubojevic kisöpri a lábát. Milas, magyar szabadrugás. Urbán. Csóka. Beajándékozza az ellenfélnek, már is fordul az NK Zágreb. Hasanic. Ez jó labda, és most nem lesz. Krypan gól helyzetben. Krypan be középre, Szamosi. Ljubojevic. Kéne már egy gyors kontra, de hát nem így. És sajnos ez sem lesz. Samardzic. Középen ott jön Krypan, Samardzic beteszi, és elmegy Krypan előtt. Hát ez is rettentően meleg volt. Hát véleményes, ki lehetne kockázni. Szerencsére mélyen tette középre. Ilics már nem érte el a belobbanó. Krypántól pedig nagyon messze volt a labda. Ljubojevic. Balog. Szamosi. Vince. Urbán. Ott van Vince Otto középen teljesen tisztán, most már késő. Kenesei. Rettentően felkészültek a mi kulcsembereinkből, ott állnak Kenesei, Ljubojevic és Vince mellett. Szinte labdához sem tudnak érni azok a játékosaink, akik képesek igazán szervezni, ugye nincs itt a csapatban Molnár Balázs és Nagy Lajos. Hát nehéz így játszani. Ez pedig, ahogy elnézem, kapura fogja lőni vagy Vince Otto, vagy Urbán Flórián, dacára annak, hogy a távolság hát majdnem 40 méter. És hogy azért komolyan veszik a mieinket, két tagú sorfalat állítanak a horvátok. Vince nem lövi rá végül. Ez most már jobb távolság, igaz, hogy nem lövő helyzet. Krypan, de gyors. Szerencsére ott volt Kocsárdi is, és jön Ilics. Urbán.
ha 1-0-ra kap ki az Zalaegerszeg együttese, akkor hosszabbítás következik, és hogyha akkor sem változik az eredmény, akkor 11-eseket, csak azért mondtam el, hogy tudjuk, mire számíthatunk, bár nagyon-nagyon sok van még hátra, és hát gondolom nem vagyok egyedül azzal, hogy talán azért sikerül legalább egy gólt lőnünk, és akkor egy kicsit lazábban, nyugodtabban várhatjuk a folytatást. Tehát egyelőre még olyan igazán nagy helyzetünk sem volt sajnos. Urbán, Ljubojevic, ki a szélre Babatinak. Na még egyszer, ez sem jó. Vincét megelőzik, nagyon kényelmes volt, ez meg hosszú. Hát ahogy azt a szakzsargon szoktam mondani, csapkodó a játék. Balogh szabálytalankodik Lovrekkel szemben. Perez Buruj fut és nyúl a zsebéhez, megvan a mi első sárgánk is. És teljesen jogos. Balogh Csaba helyettesíti, ugye Radoslav Krált ezen a mérkőzésen. Král végül is azt vállalta, hogy a cserepadra leül, de azt, hogy kezdőben játszon, azt nem. Ott van Raduszabó, ott van Faragó, ott van Koplárovic, szóval van választási lehetősége Bozsik Péternek. Hát gondolom, hogy majd a második félidőben elgondolkodik a cseréken is. Krpán, az a szerencsénk, hogy maga elé engedte. Balogh. Szamosi. Balogh megint. Urbán, na, először az ellenfél térfelén. Egyből egy hiba. És ezzel bizony mehet Lovrek. De mennyire, hogy mehet. Sokkal gyorsabb, mint Csóka. Lovrek még elviszi Ilics mellett, és belövi. Hát ebből most már biztos, hogy nem lesz hosszabbítás. Lovrek megszerzi a második zágrábi gólt, csak megjegyzem, hogy ő sem volt kezdő az Üllői úton. És ezzel most már 2-0 az NK Zágráb javára. Teljes nevén Krunoslav Lovrek. Könnyedén megy el. Elhúzza a labdát Ilics mellett, ez pedig már rutin munka. Csóka lemarad, aztán kétségbe esete megpróbál még valamilyen úton, módon szerelni, de teljesen reménytelen volt a helyzete. Ezt nagyon okosan beviszi a mi védőnk elé a labdát, hogyha esetleg ütköznek, akkor is a legrosszabb esetben már, mint ugye horvát szempontból 11-es következik. De hát a 11-es ezúttal a gólszerző volt. Hát hogy lesz ebből Manchester United elleni mérkőzés? Hát lesz, csak jelen állás szerint nem nekünk. Egyébként Ferguson itt van ezen a mai mérkőzésen, hogy melyik Ferguson a Manchester United menedzsere vagy a bátyja, azt nem lehet tudni, titokban tartották az angolok. Ők csak annyit közöltek, hogy egy Ferguson eljött ide ellenfél nézőbe. Mi nem láttuk, pedig kerestük. Balogh. Urbán. Hosszú indítás előre Kenesei felé. Kicsit elkönnyelműsködte. Nem Kenesei, hanem Jese. De hát így is a horvátoké a labda. Hát hol az a tűz a mieinkben, ami az elszánt nyilatkozatokból tükröződött? Mert én egyelőre valahogy nem vélem fölfedezni. Egyébként Bozsik Péter elküldte melegíteni az zalaegerszegi játékosokat, tehát azt is el tudom képzelni, hogy nem várja meg a cserével, mondjuk az első cserével a második fél időt. Egresi. El sem jut hozzá a labdák többsége, mert mindig megelőzik, és rögtön el is veszik tőle.
és bizony ez sem lesz. De végül beintette megint Lieto partjelző kis kivárás után. De hát előbb-utóbb el fog egy ilyet engedni. A gólszerző Lovrek visszajön, kicsit ápolni kellett. Meg lehet, hogy egy kicsit ki is fújta magát. No, Szamosi, miközben itt még az ismétlést láthatjuk. Keresei. Keresei még a földön, és 11-es! Vagy talán nem, mert hogy belefújt a sípjába a bíró, nem. Á, én csak szerettem volna. Akkor viszont Keresei kap egy sárgát műesésért. És mosolyog, hát lehet, hogy neki nagyon tetszik, nekünk kevésbé. Ugye megvolt az esés, megvolt a sípszó, megvolt a mozdulat is, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy abban a pillanatban a játékvezető tudta, hogy most mit fúj. Nézzék csak! Hát nem tudom, az a baj, hogy végül is úgy döntött, hogy műesésért ad sárgát és szabadrugást kifelé. Mellesleg tegyük hozzá, teljesen igaza volt. Csóka. Samardzic. Magyar dobás. Urbán. Csóka. Hát nincs kinek adni egész egyszerűen, azért labdázgatnak itt hátul a mieink, és azért adja haza végül Szamosi, mert elől egész egyszerűen nincs megjátszható kékmezes játékos. Vince Otto. Ez is csúnya hiba. Lovrek. Jó volt az elgondolás, szerencsére visszalépett Vince is. Hosszú. Az az igazán nagy baj, hogy az eltelt most már több mint fél órában emlékeim szerint igazán komoly gólhelyzetünk sem volt. Talán ugye az a Babati lövés ott az elején, de hát ez édes kevés. Szamosi mászott fel az ellenfél hátára, és azt mutatja a spanyol játékvezető, hogy nem úgy volt ám az, hanem úgy, hogy Poldrugács alá feküdt. Most ő vágja előre. Krypán mellől Kocsárdi visszajön. Ljubojevic, sokkal erőszakosabbak, gyorsabbak, rámenősebbek a horvátok, még akkor is, hogyha most Vérház szabálytalan volt. Szamosi. Természetesen horvát szabadrugás. Itt a sértett fél, Mario Osipov. Jese előre. Csóka. De szép volt. Csóka most jól helyezkedik, aztán kiviszi a labdát, szöglet. De hát legalább megelőzte Samardzicot. És ez most már a harmadik horvát szöglet lesz. Petar Krypán. Mármint aki elvégzi. Ilić megint hagyja, hogy elmenjen a labda. Hát ezek életveszélyesek. És aztán itt a lövés kijön Urbánról. Most már felszabadul a magyar kapu. Vasily. Hát neki még védeni valója sem volt. Csóka. Vince. Nagy lendülettel megindul a mi kapunk felé.
aztán megrángatja a mezét Lovrek. 10 perccel a fél idő vége előtt, magyar szabadrugás. Balog. Csóka. Ljubojevic egy kicsit megfuttatja, mármint Balogot, aztán jön Ilics. És így aztán végre csak kihozzuk a labdát. Urbán. Kenesei. Szamosi dob. Kenesei bele az ellenfélbe, Balogé. Szamosi. Kenesei. Szamosi. Nem hagyják átvenni a labdát. Nem, hogy kibontakozni nem tudunk. Ez szép volt. Ljubojevic visszakanalazza. És magyar szabadrugás. Meg egy sárga. De kinek? Na, ezt most majd kiderítjük. Még a bíró sem mutatta föl. És őszintén szólva azt sem tudom, hogy kivel akadt problémája. Játékvezetői labda. Na, ez ám a salamoni döntés. Előzékenyen visszaadja Egressi. És akkor már Szamosi fejeli oda pontosan az ellenfélnek. Aztán viszont szépen szereli Samardzicsot. Így utólag visszagondolva egyébként nyilván Keneseit figyelmeztette lögdösödésért, meg szövegelésért a játékvezető. De ettől még mondjuk tovább engedhette volna ott a játékot. Urbán. Egressi. Szabadrugás. Hozzáles miatt. Szerintem még egy kicsit meg is rángatta ott az ellenfél mezét Egressi. Itt Jese fut vissza. Urbán. Megint oda az ellenfélnek, és ezzel bizony lehetne fordulni, hogyha nem csúszna a pálya talaja, mert azért elég párás ám itt a levegő, és a pára most már így este felé lecsapódik a fűre, ezért aztán megtréfálja néha a labda meg a pálya a játékosokat. Poldrugács méltatlankodik, a labda a miénk. Kenesei, ez szép volt, Vince. Nagyon messze van, de azért ellövi. Bizony, most aztán igazán láthattuk, hogy csúszik a fű. Sajnos középre ment Vince lövése, így sem volt könnyű dolga Vladimir Vasilynak. Kocsárdi, hát ez volt eddig a legveszélyesebb próbálkozásunk. Egressi. Oszibov mellett. Oszibov elpöcköli a labdát, és ráadásul úgy teszi mindezt, hogy a horvátoknál marad. Nem tudják kihozni. Ez a mi nagy szerencsénk, Babati pedig beteszi középre. Ott azonban Kenesei lemarad. Jese. Vince jól helyezkedett. Pedig már kapta volna vissza Samardzicstól a labdát. Jese. Most jöhetünk mi, jó lenne egy kicsit gyorsabban. Kenesei. Ez még jó. Vince. Ott van Babati teljesen tisztán a jobb oldalon. Vince cipeli, most beteszi középre.
És akkor kezdhetjük előről, már ha marad rá idő. Kocsárdi. Na most Babatié. Vince Otto. Egresi még bent volt. Sokra nem mentünk vele. Megszólal a magyar szurkolótábor, hát ha már ennyit utaztak a mieink, akkor tényleg érdemes szurkolni, bíztatni az zalaegerszegi csapatot, biztos, hogy jót tesz nekik. Szamosi. Babati. Ljubojevics csúsztatta oda neki. Most már az övé. Ez jó, Egresi gólhelyzetben, Egresi és belelövi a kapusba, ott van még! Urbán Flóri. Hát meg lehetett volna az a hőn áhított gól, ami momentán azt jelentette volna, hogy a Zalaegerszeg a továbbjutó. De hát Egresi a kapusba lőtte a labdát, Urbán pedig ki a stadionból. Hát most már nem Vince Ottóé a legnagyobb helyzet. Balog. Ljubojevics. Ejha, ez nagyon nem kellett volna. Sárga. Ez a harmadik magyar sárga lap. Van egy Balognak, van egy Keneseinek, és most már van egy Ljubojevicsnek is. Hát még örülhet, hogy megúszta sárgával. A pálya közepén ilyen buta szabálytalanság. Ahelyett, hogy olyan szép volt tőle, mint az Üllői úton egy hete. Vince. Csóka. Urbán. Mi birtokoljuk többet a labdát 10%-kal, de hát sokra megyünk vele, hogyha a két gólt az ellenfél szerezte. Szamosi. Kenesei. Vince tolja tovább Balogé. Ljubojevics. Babati. Hát ott csak horvát játékos van, jelesül. Poldrugács. Szépen hozzák ki. De milyen szépen. Milás szaporázza Krypán, és beinti a lest a partjelzővel. Ezzel nem lesz túl népszerű itt a Maximir stadionban. Krypán először bosszankodik, aztán mosolyog, mert hogy mi más tehetne. Ljubojevics. Kenesei egy, de szép labdát kapott Egresitől. Egy picit volt csak hosszú. Hallatja hangját az zalaegerszegi szurkolósereg. És hát ugye az imént mondtam, hogy milyen jól jön a bíztatás, azóta egyébként sokkal veszélyesebb is a magyar bajnok csapat, mint az azt megelőző olyan 35-40 percben. Egyetlen perc van hátra az első fél időből, és sajnos ott a harmadik gól lehetősége. Lovrek. Óriási zicser volt, és megjegyzem, nagyon szépen oldotta meg. Hál' Istennek egy picit elvétette. Most azt gondolom egyébként, hogy nagyon jól jött ki a kapujából Ilics. Nem adott sok lehetőséget Lovreknek, és talán ő nincs annyira képzett technikailag, hogy ezt tökéletesen végre tudja hajtani. Bárki tudja. Szerencsére most nem sikerült. Fél perc még az első fél időből, meg az esetleges ráadás. A labda a mieinknél volt. Csóka, hát nem életbiztosítás az ő utolsó emberként való játszatása, mert bizony Lovrek rendre lefutja őt, amikor csak lehetősége van rá.
Samardzic. Ő pedig Szamosi csapja be, Szamosi lerántja. Horváth szabadrugás. 2 perc még az első fél időből. Ami ugye egész érdekes, mert inkább a végén szokták beszámítani a holt időt, de hát itt most nem így van. Pedig igazán vége lehetett volna 45 perc után, mert akkor most nem jönne megint egy ilyen igencsak veszélyesnek ígérkező horvát szabadrugás. Ott van Krepan, és ott van Hasanić is, aztán Hasanić elmegy. Most már biztos, hogy a kopasz csatár fogja beívelni a labdát. Hát ha csak nem lövi kapura. Na nézzük, hát Krepant. Ő ível, méghozzá jó hosszan. Verhász be sem tudja futni. Túlságosan alányult. Balog. Megint elég szellősen védekezünk, be is hátrálnak a mieink. Aztán így csak megfogja Poldrugács lövését. Kocsárdi. Nem, Babati volt az, elnézést. Ljubojevic oldalra, Babati. Egresi kéri középen. Hosszú neki. Jese. Jese nagyon jó erőben van. Olyan könnyedén ment el Egresi és Vince mellett, mintha edzésen lett volna. És itt a vége. Mármint az első fél időnek. Hát bár ne láttuk volna, de hát láttuk. Kedves nézők, nem is szaporítom tovább a szót innen Zágrábból. Nem tűnik túl boldognak. Iván Katalinić pedig momentán minden oka meg lenne rá, hiszen a csapat a 2-0-ra vezet az Zalaegerszeg ellen, és jelenleg továbbjutásra áll. No de hát van még egy fél idő. Előtte azonban a szünet, aztán pedig majd jövünk vissza. Itt az első találat szerzője, Damir Milinović, és ahogy elnézem így első ránézésre, egyelőre egyik edző sem cserélt, aztán én egészen biztos vagyok benne, hogy Bozsik Péter sokáig nem fog várni. Perez Buruj még körülnéz, és aztán nyilván megadja majd a jelet, és akkor elindul a második félidő íme. Szamosi fejeli vissza a labdát, és aztán marad is nálunk. Először 1959-60-ban a Vásárvárosok kupájában még egy zágrábi válogatott játszott az újpesti Dózsával és győzött, utoljára pedig a Dinamo Zágráb verte az MTK-t, és sajnos közbe sem termett túl sok babér a mieinknek, talán most Vince Otto. Fennakad Milinovićon, és a labda is marad a horvátoknál. Talán a mezőny egyik legjobbja, Jese jön előre, sikerül megállítani a Szamosinak. Les. Nieto partjelző eddig szinte kifogástalanul végzi a dolgát. Milinović. Urbán hazafejeli, Ilicsé. Csóka. Balog. Urbán. Hát eddig volt a miénk, aztán Kenesei segít, de ő sem tudja megtartani. Milás teszi oldalra. Poldrugács. Hasanić. Az egyetlen légiós jelenleg a kezdőben. Ő bosnyák származású. Krepan. És végül Balogról megy ki. Azért mondom, hogy a kezdőben, mert a cserepadon ott van még egy macedón, egy másik bosnyák és egy jugoszláv játékos. Kenesei. Ljubojevic. Nem tudta odaadni Vincének. Balog pedig másodszorra azért csak megszerzi.
Na, kiről ment ki? Vincéről. Ilyese ott hagyja a labdát, Poldrugács dobhat. Lovreket gyötörte meg Egresi, ezúttal horvát szabadrugás. Kunoslav Lovrek, a második horvát gól szerzője a földön. Jese. Milás hátra. Milinovic. Urbán. Babati, majd Kocsárdi. Nagyon bizonytalan volt, aztán végül is a legbiztosabbat választotta. Urbán. Még ugyanaz övé, de annyira kikeveredett, hogy ez volt a maximum, amit ebből ki lehetett hozni. Poldrugács megpróbálja kiengedni, és sikerül is neki. Hát elég korán kezdik az időhúzást a horvátok, de hát jelenleg ők állnak továbbjutásra. Milinovic. Szamosi volt szabálytalan. A horvátoknál marad a labda. Itt a magyar kispad. Ott a szélén rém elegánsan, de gondolom, hogy rettentően idegesen és szomorúan Bozsik Péter. Lovrek. Szöglet. Elég messze ülünk a pálya azon fertájától. Innen nem látszódott, hogy hozzáért volna valaki a mieink közül, de hát erre partjelző sokkal, de sokkal közelebb volt. Hát 5 perc elcsordogált a második félidőből is, úgyhogy az égvilágon semmi sem történt. Kripán szöglete. Ez már a negyedik horvát szöglet, és most jön Ilics, és le is húzza. Hát jól megnézte magának az ellenfelet, aki óriásit hibázik. Óriási szerencséje is volt mindemellett, hogy a környéken nem volt magyar játékos, aztán Vasi is elég fura megoldást választ. Babati. Egresi várja középen, Babati ehelyett az ellenfelet választja, és most már Hasanić szaporázza. Poldrugács vissza Hasanićnak, elég jól ellabdázgatnak ott középen, Krepán indul, nem jó. Ez a mi nagy szerencsénk. Urbán. Komolyan néha az az érzésem, hogy több fehérmezes van a pályán, mert ahogy megy egy magyar játékos felé a labda, minimum 2 fehérmezes már ott áll mögötte. És általában sajnos szereli is. De nyilván nincsenek többen, csak többet mozognak. Ljubojevic. Vince. Urbán. Sebességet kéne váltani. Hasanić. Verhas. Krepán. Megint Verhas, kicsit hosszantolta meg Kocsárdi. Balog. Na, ezzel a tempóval kéne előre menni. Csóka. Vince adja vissza. Balog. Urbán. Vince. Ez jó labda Keneseinek. Csak át kellene venni. Jese mellett Kenesei.
talán jobb lett volna, ha beadja. Krypán. Így a miénk. Kocsárdi. A képen persze Vince, csak a bedobást végezte el Kocsárdi. Babati hát pedig ezzel lehetett volna menni. Mert hogy engedte a partjelző. Itt az zalaegerszegi zurkolók néha-néha rázendítenek, mondjuk úgy, hogy azért különösebb meggyőződés nélkül. Tehát nem nekik kéne igazán meggyőződéssel tenni a dolgukat, igazán vagy nem ez a sorrend, hanem ehhez az kéne, hogy előbb a fiúk mutassanak valamit ott a pályán. Lovrek. Kocsárdi belép elé, aztán szereli, vagy legalábbis megpróbálja. Lovrek. Csak begyötri a végén. Csóka tisztázott. Kocsárdi. És mi dobunk. Urbán csak várt, Krypán elpöckölte, Balog élet, csóka. Nem mozog elől senki. Megresi mégis megkapta, csak aztán ugye megint ketten vannak körülötte. Csóka újra. Hát most már egyértelmű fölényben játszunk, vagyis sokkal többet birtokoljuk a labdát, de hát ezzel egyelőre sokra nem megyünk. Kocsárdi dob. Hát igen, de nincs szabad ember. Kenesei. Ő volt az egyetlen megjátszható egyébként. Ez jó, Vince. Balog. Szamosi. Na most egy jó beadást. Ott van Jubojevic elől, Milinovic kifejeli. Vincének még jó, Babati teljesen tisztán a szélen. Ez is jó, csak éppen nem jut el Egresihez. Samardzic. Teljesen beszorul az NK Zágreb. Most kéne még jobban nyomni, még jobban erőltetni a támadásokat. Csóka. Urbán. Egresi indul, nem volt le sem. Na, egy szabadrugás. Hát ilyen kecsegtető pozícióból mi még nem végezhettünk el szabadrugást ezen a mérkőzésen, már pedig ugye van nekünk egy Keneseink, van egy Vince Ottónk, úgyhogy bőven vannak jó szabadrugás lövőink. Meg hát aztán ugye ott van Urbán Flórián, és hát a választék az adott. És ők hárman is állnak a labda mögött. Hát az olyan 21, maximum 22 méter lehet. Ideális hely, ideális szög. Most már jó helyen. A horvát sorfal, na ki végzi el? Kenesei. Hát volt jobb. Ide a bal felsőbe szerette volna becsavarni. Csóka. Megint nem ütközik, Krypán mehet és beinti a lest a partjelző. A labda a miénk. Nem. Szabadrugást ítél a játékvezető az NK Zágreb javára. Én most sem láttam, hogy mi történt. Admir Hasanic
a labda mögött, hát ez egy kicsit messzebb van, mint a miénk volt, de ettől még kapura lehet lőni. Ez több mint 30 méter. Ljubojevic és Egresi alkotja a magyar sorfalat. Hasanić ő inkább ível. Ó, kapufa, Ilić! Hát mit csinált? Lovrek is hiány megszerezte a második gólját, most pedig jön vissza Lesről, ott egy ütközés a 16-os előterével lent is maradt egy horvát játékos, méghozzá kizárásos alapon Krypan lesz az. Igen. És egyelőre nem engedi be a játékvezető az orvost és a gyúrót, hát nagyon-nagyon mellé nyúlt Saša Ilić. És az első cserét nem mi hajtjuk végre, hanem a horvátok 10-es, 9-es, ami azt jelenti, hogy Jasmir Samardžićot hozza le az NK Zágrem vezetőedzője, Ivan Katalinić, és jön a helyére Darko Vukic. A csapat rangidős játékosa a maga 34 esztendejével, most már két kopasz van tehát az NK Zágrebben, Krypan mellett Darko Vukic a másik. Ő azzal hívta fel magára a figyelmet az első mérkőzésen az Üllői úton, hogy sárga lapot kapott. Hát reméljük ma sem domborít nagyobbat. Csak hát most már a mi továbbjutásunk nem azon múlik, hogy a horvátok mit csinálnak, hanem hogy mi. Mert hogyha nem tud gólt szerezni az Zalaegerszeg együttese, akkor bizony nincs továbbjutás. Vince kapott egyet, ott a félpályánál magyar szabadrugás. És ismét. Hát Ljubojevic lehet, hogy úgy érzi, hogy ő már megtette a magáét az első meccsen, mert ma még nem nagyon láttunk tőle semmit. Urbán. Szamosi. Egresi. Szinte rálövi a labdát Keneseire, ezt nem lehetett levenni. Lovrek. Középen Krypan. Lovrek még, vissza lövésre. Na Istennek, ez igen gyöngécske volt. Vérhász lőtt. Ő sem játszott egyébként az első meccsen. Urbán, Vince felé. Sajátos labdakezelés volt, de hát legalább sikerült. Vince. Kevesebb, mint fél órája van az a Zalaegerszegnek. Hú, mekkorát kapott Kenesei Krisztián. Ott is egy sárga. Hát ez elég kivéletlen volt. Horvátoknak is kettő van belőle, mármint sárgából. Az elsőt az a Samardžić kapta, akit az imént cserélt le Katalinić edző. No, hát ez is majdnem 30 méter. És ahogy elnézem, ebből is kapura lövés lesz. Vince elmegy onnan. Marad Kenesei és Urbán. Keneseinek már volt egy próbálkozása. Ez megint az övé. Lejön a sorfalról. Kocsárdi. Vukic kiengedi. Dobhat a NK Zágrem. Méghozzá Vukic.
Kenesei. Bukic szereli még hozzá, emberhez megy a labda. Lovrek tovább, ez már pontatlan. Ez viszont jó, Babati. Kocsárdi pedig ott mellette. Vigyázni, nehogy les legyen. Babati beteszi középre. Rosszul. Milinovic, nagyon meg van zavarodva, ezt kihasználhatnánk. Babati, hát ő sem kevésbé. Vukic. Balog. Ilics. Hát nem tudom, önök hogy vannak vele, engem azért pedig nem győzött meg Sasa Ilics arról, hogy szenzációs igazolás volt. Vukic dob. Kocsárdi, és mintha róla ment volna ki, szerencsére a játékvezető nem így látta, magyar kirúgás. Az NK Zágráb egyébként ugyanúgy járt, kvázi, mint az Zalaegerszeg, méghozzá elvesztette leggólerősebb játékosát, azt az Ivica Olicsot, aki a tavalyi bajnokságban gólkirály volt, és hát az már biztos, hogy ő elment az NK Zágrábből, azt még nem tudjuk, hogy hova, hát ugye nekünk meg volt egy Waldner Robin, aki jelenleg a Boca Juniors tartalék csapatában vitézkedik, és hát bizony nagyon hiányzik. Babati, be középre. Ezek a fejesek, ezek roppant veszélyesek ott hátul. Egy igazán bemehetne. Ezúttal Jese bólintotta fölé a labdát. Waldner pótlására egyébként azt a Faragót igazolta az Zalaegerszeg a Kispesttől, aki a hétvégi edzőmérkőzésen a soproni Vasutas ellen 3 gólt szerzett. Most ott ül a kispadon, vagy inkább melegít. Keneseivel középre. Krüpán. Sikerül visszaszerezni a labdát. Babati. Kenesei. Szöglet. Újra egyenlő. A szögletek tekintetében legalábbis mindenképpen 4-4. És csere lesz. A mieinknél jön Radu Szabó. Most már azt is tudom, hogy kinek a helyére. Babati Ferencet hozza le Bozsik Péter. Hát Radu Szabó a csoda cseréje. Az Zalaegerszegnek mondhatom így. Egy évvel ezelőtt bent tartotta a csapatot az első osztályban a góljával. Aztán a Ferencváros ellen a tavalyi bajnokság végén. Győztes gólt szerzett, bajnoki címet érőt, és most is jön. És remélem, hogy majd nem sokára azt mondhatom, hogy megint milyen jó csere volt Radu Szabó. Most éppen felé megy a labda, Milinovic fejelte ki. Vince. Balog. Vissza Vincéhez. Szamosi. Köszönjük szépen, Vince Otto. Nem volt az rossz elképzelés. Ljubojevic. Lövésre Urbán. Azt a mindenségit. Na végre valami foci. Mennyivel ment mellé? Csavarodik kifelé, hát egy kicsit kevesebb pörgés lett volna benne. Akkor akár még be is mehetett volna, bár Vasszi rajta volt. Kocsárdi fejeli föl. Kenesei. Lett volna. Szabadrugás, meg ismét csak csere. És megint a horvát csapatnál 8-as, 21-es, ami azt jelenti, hogy jön Strok, méghozzá Hasanić helyére. És talán inkább Strok, ahogy nézem a feliratot.
és éppen ő a labdával ügyesen cselezget, aztán Balog húzza ki. Csóka. Ilyeséről jön vissza, és végül Balog okosan leveszi. Kocsárdi. Krüpán. Szépen teszi tovább. Strok vissza Krüpánnak. Vigyázzunk. Ott van Urbán. Krüpán. Strok. Vukic jön érte, de nem az övé, hanem Ljubojevicsé. Szép. Vince Otto. Most kéne egy jó csel. Sajnos nagyon jó ütemben érkezett a védő. Szamosi. Szemben láthatóan megélénkült a játék. Egresi. Ilyese rúgta ki. Megint ő rúgja ki. Kenesei fordít. Kocsárdi. Egyből vissza. Ez szép volt. Jó ütemben jön ki azonban Vasi, és már dobja is ki a labdát. Nem volt szándékos a kezezés Urbánnál. Gyerünk, Flóri. Ez jó labda, gólhelyzet! Be kéne lőni, de nem így. A Radu Szabó már is a mennybe mehetett volna, alig néhány perccel azután, hogy Bozsik becserélte. A második óriási helyzetünk, az elsőt még Egresi Gábor hagyta ki az első fél időben. Fellazult azonban a magyar védelem annak köszönhetően, hogy Urbán most már egyre gyakrabban jön előre. Krüpán. Hát a túloldalra. Lovrek. Szép szerelés. Vince. Szamosi. Kenesei. Meg lehetne húzni Jese mellett, hát így már nem. Szabadrugás ez is. Na itt van még egyszer az iménti helyzet. Urbán a nagy lövése után most egy nagyon okos labdát ad, és kicsit hosszantolja meg Radu Szabó. Nincs is ideje ellőni, mert a keresztező láb már elpöcköli előle a labdát. És Jese is kapott egy sárgát. Nem lehetne ezt a három sárgát becserélni egy gólra. Kenesei. Vince. Ljubojevic még tovább tudja pöckölni. Aztán csak kigyötrik valahogy a horvátok. Urbán. Keresi a lövő helyzetet. Egy pici elszántság jutna a többieknek is abból, ami Urbán Flóriban megvan. Akkor lehet, hogy már bent lenne az az egy magyar gól. És most már kevesebb, mint 20 perc van hátra. Az alaegerszegi szurkolók fütyülik a horvát Jesét, aki csak nem akarta elvégezni ezt a kirúgást. Kocsárdi. Ljubojevic. Balog. Szamosi. Ljubojevic. Kocsárdi. Krüpán elől Urbán hozza el. Csak nem tudjuk megtartani. És aztán végül Radu Szabóról megy ki. Milás pattintotta rá a lábára. Ez ügyes kis bedobás volt, kidobás lett belőle. Vukic volt. Egresi. Ez viszont szép szerelés. Poldrugácstól, de csak dobás. Egresi úgy nagyon szeretett volna rugni. De végül Kocsárdié lesz.
Meg jó lehet. Egressi hátra. Urbán. Keneseihez nem jut el. Egy furcsa gyertya. Urbán megint mekkora lendülettel érkezett. Kicsit bele is szállt Milásba. Ezt fújta le Perez Burui. Most megint levegőhöz jutnak a horvátok. Szabadrugás következik kifelé. Kíván Milás ballag előre. Azért láthatólag teljesen egészségesen. Itt pedig a spanyol játékvezető, aki azt kell, hogy mondjam, kitűnően vezeti a mérkőzést. Csóka. Cipeli, aztán elveszíti. Becsületére váljék, hogy visszaszerzi. Kocsárdi. Megint Vince. Ljubojevic. Krupán szerel. Magyar dobás. Ez jó. Egressi még beközépre. Kenesei. Hát ez nem igaz. Hát mekkora helyzet kell nekünk, hogy tudjunk rúgni egy árva gólocskát. És már Krupán megy a túloldalon. Ismét az övé. 75. perc. Urbán. Balog. Ljubojevic. Vukic. Elsodorja. Szabadrugás. Na nézzük még egyszer. Rendre nem figyelnek a bedobásoknál a horvátok, és ezt remekül csinálja Egressi. Kenesei pedig azért nem találja el igazán jól, mert nagyon jól csúszott oda Milinović. Vince megelőzi, megint csak Milinović. Krupán. Ez bizony lap lesz. Méghozzá Szamosinak. A negyedik magyar sárgát kapta Szamosi Tamás. Vajon mit tud ehhez még hozzátenni Bozsik Péter? Bele tud-e nyúlni valahogy a csapatba? Bár hát még csak egyet cserél, tehát cserékkel mindenképpen tud változtatni. De hát lehet, hogy ő a pályán lévőkben bízik. Milás. A miénk. Raduszadó. Már nem a miénk. Jese. Jesét nem nagyon sikerül megállítani. Igaz, hogy aztán ő talpalt. Ljubojevic. Vince. Kocsárdi. Vukic megtámadja, Kocsárdi becsapja. Aztán visszaadja neki a labdát, hát ki érti ezt? Lovrek. Most nincs mellette senki. Rávezetheti Urbánra. És szerencse, hogy odaér még Urbán lába. Most már ott van Kocsárdi is. Csak ez a labda továbbra is Lovreknél. Balog. Ilics. Raduszabó próbálja megszerezni. Ügyel bajjal sikerül. Ljubojevic. Na most lehetne indítani. Kenesei. Hárman a három ellen. Raduszabó lesre fut. Kenesei kénytelen egyedül vinni. Ez így még jó lehet. Kenesei beközépre és a kapusé. Aztán ott nem tudom, hogy mit akartak a mieink. Az biztos, hogy nagy verés lesz a vége. Raduszabó bent ott a szendvics közepén örül, hogy kiszabadul. Tehát akkor már régen Vasily kezében volt a labda, amikor megpróbálta besöpörni, begyötörni valahogy. Kenesei nagyon szépen ment el.
és végül is jól is teszi középre, ott már fogja, ott már birtokolja a labdát a kapus, és igen, itt még egy kicsit birkóznak, bár azt gondolom, hogy ez benne van. Na, miközben önök még ezt a durakodást látják, itt a hangosan beszélő magyar nyelven kéri az zalaegerszegi szurkolókat, hogy rögtön a lefújás után ne hagyják el a stadiont, várják meg, míg a helyiek hazamennek, aztán szépen ők is mehetnek. Egyelőre úgy tűnik, hogy sajnos szomorúan. Szamosi. Balog. Szabadrugás. Urbán. Kapott egy jó nagyot Milástól. Ez is sárga lap. Legalábbis én úgy láttam, hogy nyúlt a zsebéhez a bíró. Nyúlt. Ez a 8. sárga lap a mérkőzésen. Komótosan könyvel. Perez burulja, addig pedig nem végezhetjük el a szabadrugást. Ilyen sokáig tart felírni egy számot. No, csak a végére ért. Kenesei. Hosszú. Lovre. Elég jól jöttünk ki ebből a szabadrugásból. Húha, Kocsárdi, ki fogják állítani, az az érzésem, igen. Nem láttam még a lapot, csak valahogy valami azt súgta, hogy ebből bizony piros lesz. Hátulról elkaszált a Lovreket, aki még mindig ott van a földön. Jön a gyúró, jön az orvos, Kocsárdi pedig mehet zuhanyozni. Csapatkapitányát veszíti az zalaegerszeg együttese. Emlékeznek, hogy hogy kezdődött? Azzal a szabadrugással, teljesen igaza van Perez Burújnak. Ez egyértelmű piros. Hát szomorú, ami történt, mert így még nehezebb helyzetbe került az zalaegerszeg együttese, azt nem mondom, hogy reménytelenbe, mert arra még várni kell néhány percet. Miért ne lehetne egy gólt lőni 10 emberrel is? De hát ez egyelőre úgy tűnik, hogy csak az elmélet. Lovreket ápolni kell majd. A horvátok pedig Strok révén valósan elvégzik a szabadrugást. És azért Lovreknek sincs olyan nagy baja. Ezzel is eltelt, vagy másfél-két perc. Strok tehát. Becsavarja középre, csóka fejéről ment ki a labda. És természetesen ezt a szögletet sem kapkodják el a horvátok, de hát miért is tennék? És Lovrek újra a pályán, ő kapja a tapsot, és a Strok figyelne, akkor oda is adhatta volna neki a labdát, annyira közel állt hozzá. Íme az 5. zágrábi szöglet. Bizony kezezés volt, reklamálnak a mieink. Ennek semmi értelme, mert a végén még szövegelésért is kiállítanak valakit tőlünk. Vukic fejeli vissza Kenesei elől. Milas. Krpán. Urbán. Ismét csere következik, ha hiszik, hanem megint nem nálunk. 16-ossal Dalovic jön majd.
Szegedi a játékvezető, mert egyelőre megy tovább a meccs, most aztán jöhet majd a csere. Tehát Radu Dalovic Petar Krepán helyére áll. Egy védő vált egy csatárt. Azt hiszem a szándékot nem nagyon kell magyarázni. És így most már Radomir Dalovic az egész mezőny legfiatalabb játékosa. Hiszen mindössze 20 esztendős. Hát Krepán megtette a magáét. Igaz ugyan, hogy gólt nem szerzett, de talán vele gyűlt meg a leginkább a mi védőink baja. És akkor jön, ahogy a helyi műsorközlő mondta, Radomir Dalovic és nem Dalovic, hogy elfoglalja a helyét a védelemben. Magyar szabadrugás, meg még utána történt valami, amit én nem láttam, mert a labda útját követtem. De ott bizony elég érzékeny pontját lapogatja az egyik horvát, talán éppen a frissen beállt Dzsalovic. Perez Buruj szerint jobban tenni, hogyha fölkelne, és folytatná a játékot. Megteszi. Igen, ő az. Hát vészesen fogy az idő, meg a remény. Csóka. Ljubojevic. Raduszavó próbál meg elmenni. Újabb magyar szabadrugás. Na most fogunk majd megint cserélni. Én ezt nem tudom, hogy ki áll be, és kinek a helyére. 5 perc a hátralévő játékidő. És ötössel Igor Bukiszá készülődik. Tehát nem Faragó és nem Koplárovic, úgyis csatárok közül valaki, hanem Bugyiszá. Méghozzá most, mert a játékvezető megadta az engedélyt a cserére, Balogh Csaba helyére áll. Kenesei szabadrugása, tehát most már úgyis a pályán. Nézzük. Nem rossz, és egy újabb magyar helyzet, egy újabb kimaradt magyar helyzet, és megint kiterevott Urbán Flórián. Ha jól látom, ő vette át a csapat kapitányi karszalagot Kocsárditól. Hát rajta aztán az égvilágon semmi sem múlt. Szamosi. Még egy lap. Ez az úttal csak sárga. Polt Rugács kapja. A magyar pontrugás, akkor Kenesei Krisztián. Nincs ez másként most se. 5-4 a sárga lapok aránya oda, 1-0 piros lapoké ide. És hát 2-0 az eredmény oda, és ez a fő baj. Kenesei. Ez elég gyöngécske. Na, mit ítél a bíró? 11-est ítél a játékvezető, kérem szépen! A Zalaegerszeg javára, és csóka ballag visszafelé. Hát ez egészen hihetetlen. 11-eshez jut a Zalaegerszeg néhány perccel a befejezés előtt Zágrábban.
a Maximir stadionban. Na mi történt ott? Csóka megpróbál kiszabadulni, egy kicsit birkózik, a földre kerül, és 11-es. Hát ezt nem akarom elhinni, de hát ezt még be kell lőni. Perez Burui hajthatatlan, Urbán Flórián fogja elvégezni a magyar büntetőt. Ha belövi, és 2-1 marad a vége, de nem fejezem be a mondatot, már csak Babonából sem. A horvátok csapatkapitánya Vasilja kapuban. Na Urbán Flóri. Igen! Urbán belövi, és ezzel jelenleg tovább jutó a Zalaegerszeg, kérem szépen! Urbán Flórián 11-es góljával 2-1-re áll az NK Zágreb, Zalaegerszeg bajnokok ligája selejtező. Egyetlen perccel a befejezés előtt, persze hát lesz hosszabbítás, az biztos, de hát a 90 percből már csak egy van hátra. Odalövi Urbán, ahol nem lehet megfogni, egy kicsit megtorpant, egy kicsit bizonytalanul fut neki, de mégis belövi a jobb alsóba, a mezőny legjobbja, akinek hatalmas szíve volt és óriási elánnal játszotta végig az egész mérkőzést. Most megkoronázza a teljesítményét. 10 emberrel szépít az Zalaegerszeg, de hát ez most nem egy egyszerű szimpla szépítés, hanem jelenleg továbbjutást ér. Na most már ki kell húzni valahogy ezt a néhány percet. Bármi áron, csak gólt ne kapjunk. Egresi rúg egy hatalmas luftot, a labda az ellenfélé. Hát micsoda fordulat, mindenféle előzmény nélkül. Jön a beívelés. Nem tudja megállítani Djalovic szerencsére a labdát. Nem is Djalovic az, hanem az első horvát gól szerzője Milinovic. Ő dobja be, aztán eltalálja a játékvezetőt. Hát így a miénk. Nem, hát a miénk. Vagy mégsem? De igen. Hát persze, hát a játékvezető a pálya tartozéka. Hát róla ment ki a labda, így aztán utoljára horvát játékost érint. Tehát nem nagyon érti meg Milinovic, pedig így van. Rém egyszerű a történet. A játékvezető valóban nem telt róla, hogy rádobta a labdát. Ez olyan, mintha egyszerűen kidobta volna a pályáról. Vagy saját játékost talált volna el. 3 perc a ráadás, 3 percet, 180 másodpercet kell kihúznia a Zalaegerszegnek, hogy tovább jusson és fogadhassa a Manchester Unitedot. Hát ez hihetetlen, erre aztán az égvilágon semmi nem utalt, Jese a labdával. Vigyázni, gólhelyzet, és Ilić megfogja. A cserejátékos Darko Vukic fejelt egészen közelről. Aztán berobbannak oda az ellenfél játékosai élükön a 4-es számú poldrugáccsal. De az a lényeg, hogy a labda a miénk, szabadrugás következik kifelé. Egy sóhajtásnyira vagyunk a hatalmas sikertől, amiben én azt gondolom, hogy már nagyon-nagyon kevesen hittek csak. És megvan a labda, Kenesei. Ott van középen Egresi meg Raduszabó. Kenesei meghúzza Vukic mellett. Kenesei még be középre, és sajnos nem a miénk, hanem kihozza az ellenfél, Verhas. Fú, ez is kemény belemenés, előnyszabály. Ez már nem lesz az. Egymás után követjük el a szabálytalanságokat, de hát mondom én nagyon halkan, hogy még jó helyen sárga lesz ez is. Perez Burui felmutatja, méghozzá Bugyisának, hogyha jól láttam. Még az első szabálytalanságért, nem a másodikért. Horvát szabadrugás. Vladimir Vasilyon kívül mindenki az a Zalaegerszeg tér felén. Igen, Bugyisa kapta a sárgát. Perez Burui becsületére váljék, hogy most is ugyanolyan hosszan könyvel, mint korábban. És Faragó bevetésre kész. De hát egyelőre éljük túl ezt a szabadrugást. Csóka fejeli ki. Vukic. Egyből teszi középre, ott csak horvát játékos. És szerencsére megúsztuk.
pedig ez is óriási lehetőség volt. Hiesebb ballag visszafelé. És hát nem mondom, hogy mit látok az arcán, majd ha vége. Csere. Majd ha a bíró is észreveszi, persze. Jön Faragó István. Méghozzá Kenesei Krisztián helyére. Kenesei ballag lefelé, na náhogy nem sürgős neki. Mondtam, hogy Faragó hármat rugott a hétvégi edzőmeccsen, mert hogy a Békés Csaba elleni bajnoki elmaradt, azért, hogy jobban fel tudjon készülni az Zalaegerszeg erre a találkozóra. Hát most Faragónak egyet sem kell rugnia, ha nála van a labda, csak tartsa meg. Letelt a három perc, le kellene fújni, és ott van a síp Perez Buruj szájában. Aztán kivette, sajnos. Most már ne tessék többet hosszabbítani. Faragó. Na, hogy lesz az a labdatartás? Így is jó. És itt a vége! Itt a vége, kérem szépen, a Zalaegerszeg tovább jutott a második körből, vagyis ott van a harmadik fordulóban, és az ellenfele a világhírű Manchester United lesz. Hát mekkora dráma történt itt? Hát ez egészen elképesztő, és már most szólok, hogy nehogy elmenjenek a mérkőzés után, mert majd hallhatnak helyszíni interjúkat Bozsik Péterrel, meg a főszereplőkkel, a játékosokkal, és mindenkivel, akit meg tudunk szólaltatni, hiszen Horváth Ferenc kollégám ott van a pálya szélén, és amint módja nyílik rá, egyből interjúkat készít majd a zalaegerszegiekkel, azokkal a játékosokkal, akik megcsinálták a csodát, pedig 89 percig úgy nézett ki, hogy ebből bizony nem lesz csoda. És micsoda dráma a köbön, hogy az a csóka harcolja ki a büntetőt, aki mondjuk ki nyugodtan, hogy mind a két kapott gólban benne volt, és végig rettentően bizonytalanul játszott, és aztán előre megy, és kiharcol egy 11-est, azt a 11-est pedig Urbán Flórián belövi, és ezzel idegenben lőtt góllal a Zalaegerszeg együttese bejutott a Bajnokok Ligájának harmadik fordulójába, vagyis hát a selejtező harmadik fordulójába. És kérem szépen, jön a Manchester United, aki Bekeméket akarja látni, annak nem kell Zágrábig autóznia, hanem elég, hogyha kimegy, hát vagy az Üllői útra, vagy a Puskás Ferenc stadionba, ez még nem dőlt el. Na nézzük még egyszer a gólokat, most már sokkal nyugodtabban és sokkal boldogabban, mint tettük azt mondjuk az első fél idő után. Hát ekkor még rendkívül szomorúak voltunk, mert hogy Csókát éppen lerázta. Lovrek aztán kicselezte Ilicset is, és így született még az első fél időben a második horváth gól, hogy aztán a 89-ben Urbán Flórián bepasszolja a labdát a jobb alsó sarokba, és ezzel beállítsa, akkor még nem tudtuk, hogy a végeredményt, de hát végül az lett belőle. És méltán ünnepel az zalaegerszegi szurkolósereg, mert még el nem felejtem, 10 emberrel sikerült ám kiharcolni végül is a továbbjutást, mert hogy Kocsárdi Gergelyt kiállította a játékvezető úgy 10 perccel a lefújás előtt. Hát nem csodálom, hogy ki vannak a horvátok, mert ez bizony óriási csalódás nekik. Azt gondolom, hogy már ők is elhitték, már ők is szinte biztosak voltak benne, hogy tovább jutnak, aztán ez lett belőle, és itt nyilatkozik a horvát televíziónak az az Iván Katalinic, aki nagyon fura módon lett az NK Zágráb vezetőedzője, és könnyen lehet, hogy ez volt az utolsó mérkőzése a zágrábiakkal, hiszen mint már utaltam rá a közvetítés során, bizony az elnök attól tette függővé Katalinic és a csapat, a játékosok, a meghatározó játékosok további sorsát, hogy sikerül-e kiharcolni a továbbjutást. Hát nem sikerült, mert az Zalaegerszegnek sikerült. Kedves nézők, ennyi egyelőre, hangsúlyozom, egyelőre innen a végszó, itt a találkozó hőse, magyar sztárja, aki végül is azt a gólt lőtte, ami azt eredményezheti, hogy láthatjuk Magyarországon a Manchester Unitedot, Urbán Flórián. Én biztos vagyok benne, hogy majd őt is hallhatják egy picit később, mert most kapcsolunk vissza a Budapestre, a stúdióba, hogy aztán majd jöjjünk az interjúkkal. Köszönöm szépen, hát mi itt szem és fültanúi vagyunk egyelőre az ünneplésnek, szinte folyamatosan hullámzik az zalaegerszegi szurkolósereg, a horvátok már hazamentek, például a horvát televíziós kolléga egyből ide sétált hozzánk és gratulált, de hát persze nem nekünk kellett gratulálni, hanem a zalaegerszegi játékosoknak. Hát valóban megtörtént a csoda, mert mint már említettem, zágrábi csapatot jobbára ugye, ez a Dinamo Zágráb volt, még soha nem sikerült kivernie magyar együttesnek. Egyébként akit látnak ott futni, az nem más, mint Horváth Ferenc kollégám és riportalanyt üldöz, itt pedig Bozsik Péter, aki elérte élete legnagyobb sikerét azzal, hogy tovább tudta juttatni végül is az Zalaegerszeget, és majd fogadhatja csapata a Manchester United együttesét. És hogyha minden igaz, akkor talán hamarosan meg lesz az összeköttetés, és akkor természetesen azonnal hallhatják is majd Bozsik Péter vezetőedzőt.
Szóval legutóbb ugye az MTK-val találkozott a Zágráb, a Dinamo Zágráb, és akkor győzött, most pedig az NK Zágráb volt a Zalaegerszeg ellenfele, és miénk a továbbjutás. Feri, nem tudom, te hallasz-e engem, Feri nem hall engem ezek szerint, de hát abban a pillanatban adásba adjuk majd kollégánkat, amint helyreáll a kapcsolat. Hát szóval ismételni tudom csak Kaplárev Józsefet, annyi mérkőzést értünk már meg, annyi csalódást az utolsó percekben, és most tényleg mellénk állt a szerencse, és Urbán lám belőtte azt a 11-est, és nekem valahogy felrém lett egy hasonló szituáció, valamikor a Ferencváros együttesével találkozott az Újpest, már meg nem mondom, hogy milyen meccs volt, sorsdöntő 11-est rúgott, és hagyott ki Urbán Flórián, és most nem arra gondolt, hanem tudott úgy koncentrálni, hogy végül is betaláljon, és milyen-milyen fontos gól volt ez. Felejtsük is el most az anyagiakat, bár hát nem lehet elfelejteni, hiszen ugye rengeteg pénz üti a zalaegerszegi csapat és a játékosok markát, de hát ugye egyrésztről a preszt is, hogy végre sikerült magyar csapatnak tovább jutnia, másik részről pedig hát egy ilyen világsztár gárda, mint a Manchester United jön majd Magyarországra. Még egyszer mondom, hogy egyelőre még nem dőlt el, hogy a Puskás Ferenc stadionban lesz a mérkőzés, vagy az Üllői úton, ez még a jövő zenéje, de az biztos, hogy jön a Manchester, és az zalaegerszeg is megy az Old Traffordra. Ott pedig aztán helyét kell állni. Ez a nagy cél. Utoljára ilyen kaliberű sztárcsapattal a Ferencváros játszott ugye a Bajnokok Ligájában, amikor a Grasshoppersen sikerült túljutni, és aztán jött a Real Madrid meg az Ajax az Üllői útra. Nagyon messze ülök kollégánktól, Horváth Ferenctől. Ő nem lát engem, én látom őt, de azért megpróbálunk valahogy kapcsolatot teremteni, ha már így vonalon ez nem lehetséges. De hát gondolom, hogy ez a mikrofon be van keverve. Most a lámpát is kikapcsolták valami megfejthetetlen okból. Ők beszélgetnek, és önök nem hallják, ebből arra következtetek, hogy ez a vonal sajnos még nem él. Talán egy picit látják is a szép számú, lelkes zalaegerszegi publikumot, és van miért örülniük. Hát én azt hiszem, a 89. percig inkább csak a lelkesedés volt. A remény már kezdett meghalni, de végre egyszer az akarás siker koronázta, és szerencsénk is volt, talán ezt is mondhatom. Igen, hát egyértelmű, én is úgy gondolom, hogy a továbbjutást jelentő gól megszületés a szerencsés körülmények között esett, hiszen ilyenért nem mindig adnak 11-est, de én azzal együtt azt mondom, hogy nem volt érdemtelen, úgy gondolom, mert a második félidőben megvoltak azok a lehetőségeink, amikből gólt tudtunk volna rúgni. Hát sajnos ezek különböző okok miatt, elsősorban pontatlan végjáték miatt nem születtek meg, de a csapat akarását és lelkesedését, a tartását mindenképpen dicséret illeti, hiszen ne felejtsük el, hogy túl azon, hogy a 89. percben voltunk, emberhátrányban is játszottunk, úgyhogy le a kalappal a játékosok előtt. Őszintén, a 89. percben a 11-es befújás előtt hitted még, hogy ebből lehet egy olyan fordulat, hogy gólt szereztek? Hát megmondom őszintén, hogy akkor már abban biztos voltam, hogy kijátszott helyzetünk nem lesz, ugye, mert létszámátrányban voltunk, de úgy éreztem, hogy még mindig nálunk lesz többet a labda a hátralévő pár percben, és hát ezért ment a pályára Budisa, hogy fölívelgessük a labdát, verekedjen meg érte, hát ha történik valami, ez már természetesen egy esetleges dolog, de hát hála jó Istennek most összejött. Én nagyon kíváncsi lennék, gondolom a nézők is, hogy mi hangzott el részedről a szünetben, mert óriási fordulat volt, tehát nem lehetett ráismerni a csapatra az első, illetve a másik félidőben, szerencsére a másodikban volt jobb a társaság. Hát nem kellett őket bántani, letisztáztuk a két gól előtti szituációt, engem az bántott nagyon, és én azt hiszem a csapatot is, és talán a játékosok ezért is kerültek maguk alá, mert mind a két gólt olyan szituáció előzött meg, amit rengeteget gyakoroltunk, aminek a hárítását nagyon sokat gyakoroltuk az elmúlt napokban, rengeteget beszéltünk róla, és túl azon, hogy a második percen kaptuk az első gólt, abszolút demoralizáló volt, hogy egy olyan játékszituáció után, amire egyértelműen készültünk, és tudtuk, hogy ez lesz. Megfogta őket az első félidő, hát ne felejtsük el azért, hogy tapasztalatlan a csapat, nemzetközi porondon hiába vannak olyan játékosaink, akik játszottak már ilyen mérkőzést, de azért vannak néhányan, akik tapasztalatlanok, ehhez szokatlan nekik a tétnagysága, a légkör, hogy nincs javítási lehetőség. És sajnos ez az első félben nagyon kijött, szerencsére a másodikban tudtunk váltani. Az elmúlt hét során a sajtó és a közvélemény, és főleg az zalaegerszegi szurkolók inkább csak ízlelgették, játszottak vele, hogy jön a Manchester, elhozza a csapat Magyarországra a világhírű, talán legnagyobb gazdasági, mindenképpen a legnagyobb klubot. Hát most már tény. Igen, hát egyelőre erről most nem is tudok többet mondani, meg nem is szeretnék most egyelőre, határtlan örülök annak, hogy jöhetnek, hogy ez a mai este így sikerült. Hát nyilván az esélyeink
nem túl vastagok, de hát remélem, hogy két jó meccset fogunk tudni játszani velük. Végül még a mai meccsről, a Sport egy hagyományai, ugye arra jogosítanak fel, hogy egy pezsgőt a mérkőzés legjobbjának átadjunk. Ez most lehet, hogy nem a kamerák előtt történik, a Sport egy szakértői szoktak választani, én most téged kérlek, hogy válasz ki a csapat legjobbját, akinek eljutatjuk az öltözőbe a pezsgőt, hogy legyen mit így, nehogy kiszomjazzatok. Hát nem nagyon szoktam különbséget tenni a csapatban a játékosok között, mert én a csapat diadalának tartom az eredményt, de hát legyen mondjuk az Urbán Flóri. Megkapja, garantálom. Köszönöm szépen, gratulálok, miképp az egész csapatnak és a meccs legjobbjának is. A Sport egy nézőinek pedig remélem sikerül szerezni egy jó estét az Alegerszegnek.